Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged. Köszönjük, hogy megismerhettünk téged, mint hűséges Istent. Köszönjük, hogy megígérted, hogy te velünk vagy minden napon a világ végezeteig, és köszönjük, hogy te hű vagy ígéreteidhez. Köszönjük, Urunk, hogy kijelentetted magad a Szentírásban, add, hogy egyre vágyunk téged egyre jobban megismerni. Kérlek, hogy te áld meg a mostani előadást is, hogy megérthessük, hogy hogyan jött létre a Szentírás, és hogy miért fontos ragaszkodnunk hozzá, miért az a Szentírás, amivel rendelkezünk, és nem más. Kérünk, hogy te add, hogy ezekben is megfelelő ismerettel rendelkezhessünk, és ragaszkodjunk ahhoz, ami a valóság. Kérlek, hogy te add, hogy tudjunk különbséget tenni, mind attól, ami valós, és attól, ami valótlan, ami igaz és ami hamis. Kérünk, hogy adj ebben világos látást, adj ebben bölcsességet nékünk. A te nevedért kérünk, hallgass meg. Amen. Amen. Rendszeres teológia. 5. bár mondjuk, hogy 6., mert ugye Gábor is ebbe a témába tartott a múlt bibliaiskolába előadás, de hogy a Szentírás kapcsán az 5. és a Szentírásnak a kanonizálásáról, vagy kanonizálásáról, a kánonról fogunk ma beszélni. A teljes írásról, ami Istentől ihletett és hasznos, és hogy mi tartozik ebben az írásban. A Biblia kifejezés, gondolom, mindjárt tudjátok, hogy a görög biblos szóból származik, ami könyvet jelent. Bár a Biblia egy kötetben van kötve, általában, bár van az Új Szövetséget néha külön is kiadják, vagy a Gedeon Társaság még hozzácsatolja a zsoltárokat és a példabeszédeket, az nem a teljes Biblia. A Biblia 66 könyvből áll. Tehát nem egyszerűen egy könyv, hanem 66 önálló könyvnek a gyűjteménye. A könyvek könyvtára tulajdonképpen a Biblia. És mivel ennyi könyv alkotja együtt a Szentírást, feltevődik a kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy ebbe a könyvbe, a könyvek gyűjteményébe a megfelelő könyvek kerültek bele. Nem-e kellett volna több kerüljön bele, vagy esetleg kevesebb? Tehát ez a kérdés a kanonikusságnak a kérdésköre, és ezt fogjuk ma most megvizsgálni, teljesség igénye nélkül, ahogy Tamás Sándor szokta mondani. Azt olvassuk tehát a 2. Timóteus 3.16-ban, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos. Na de mi tartozik a teljes íráshoz? Szintén Timóteus írja az első levele 5. fejezetének a 18. versében, vagyis Pál írja Timóteusnak, mert azt mondja az írás, és hoz két idézetet, a nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és hogy méltó a munkása maga bérére. És az első idézet az Ószövetségből való, 5. Mózes 25.4-ből, a második pedig az Új Szövetségből, az Úr szavai, Jézus mondja Máté 10.10-ben, hogy méltó a munkása maga bérére. Tehát, hogy a teljes írás, mind az Új Szövetség, az Ószövetség 39 könyve, az Új Szövetségnek a 27 könyve. A kánon szó, az azonosan hangzó görög szóból származik, ami azt jelenti, hogy mérce, vagy norma, illetve azt is jelenti, hogy mérőrúd. Van, ahol az íge úgy utal önmagára, mint szabály. Például a Galata levélben írja Pál, Galata 6.16-ban, azoknak, akik e szabály szerint élnek, vagyis az íge szerint, vagy nevezi mércének, például a mértéknek, a 2. Korintus 10.13-ban írja szintén Pál apostol, mi azonban nem mérték nélkül dicsekszünk, hanem ama mércének a mértéke szerint, amelyet Isten osztott ki nekünk. Tehát Isten szabja meg ezt a mércét, Isten adta nekünk az ígét. A
Filippi 3.16-ban azt mondja, csak hogy amire eljutottunk, az szerint is járjunk. Tehát ugye a meggyőződéseink szerint legyenek ezek fontosak, legyenek ott előttünk. Vagy például Ezékielnek Isten ad egy mérőrudat, ő adja meg a mércét, a mértéket, amivel meg kellett mérje a templomot. Tehát Isten határozza meg azt, hogy mi a mérce, mihez kell szabjuk magunkat. És fontos, hogy egységes legyen ez a mérce. Nem kiki magának szab egy colostokot, hanem az meg van határozva. Ugye nem úgy van ez, hogy a mérlegünket azt mi állítjuk be, hogy mennyi legyen a kiló, hanem az van egy mértékegység. Ugye eszembe jutott egy történet, amikor egy mészáros törvényre adja a juhászt, mert volt egy megegyezés közöttük, hogy minden kiló a mészáros ad egy kiló húst, és a juhász ad helyébe egy kiló sajtot. És a mészáros törvényre adta a juhászt, hogy nincsen meg a kiló. És mondja a juhász, hogy hát én nem tudom, mert nekem nincsen ilyen normális mérlegem, csak egy ilyen, nem tudom, balánc, hogy mondják ezt magyarul. Hogy? Kompona mérlegem. És az egyik tálcára rátettem a húst, és ugyanannyi sajtot tettem a másik tálcára. Tehát ez a mérce, ugye. Tehát amikor a Bibliát Szentírás kánonjának nevezzük, akkor ezáltal arra utalunk, hogy a Szentírás 66 könyve együtt alkotja a legfőbb mércét, a legfőbb tekintélyt az egyház számára, és erről hallottunk korábban is, tehát mivel van egy tévedetlen Szentírásunk, ezért ez a tévedetlen mércéje, ami hitünknek és gyakorlatunknak, nem más. A Bibliát gyakran szokták úgy jellemezni, és most hadd mondjak egy latin mondatot, de mindjárt meg is fogom magyarázni, hogy mit jelent. Tehát így hangzik ez a mondat, hogy norma normans et sine normativa. Norma normans et sine normativa. Ha megfigyeltitek, akkor a norma szó három formájában jelenik meg ebben a mondat, rövid kis mondatban. A norma normans azt jelenti, hogy a normák normája, magyarul is ezt jelenti. Vagyis a mércéknek a mércéje. A Szentírás minden mércének a mércéje. A sine normativa pedig azt jelenti, hogy önmagának a normája, vagyis nincsen fölötte semmilyen más mérce. Nem lehet, ugye korábban is említettem, külső forrásokból való meghatározások nem változtatnak a Szentíráson. Ő önmagának a mércéje. Ez azt jelenti, hogy a Biblia mércéje, a standardja minden más mércének, és nem lehet alávetni, illetve megítélni semmilyen más standard mérce által. Most ez nem azt jelenti, hogy a Biblián kívül nincsenek más mércék. Persze, vannak ugye mértékegységek, különböző mértékegységek. De hogy a külön más mércével nem lehet a Szentírást felülvizsgálni, vagy bírálni, vagy megváltoztatni. Tehát nézzük, mit tartalmaz a kánon, illetve mire, mennyire terjed ki a bibliai kánon. A Szentírás megbízhatóságának vizsgálata során megvizsgáltuk ugye az ihletettségét, a tévedetlenségét, a hibátlanságnak a kérdését, most pedig a Szentírásnak a természetét vizsgáljuk, pontosabban annak a terjedelmét. Vagyis arra kérdésre keressük a választ, hogy meddig terjed a Szentírásnak a kánonja. Mi valójában a Szentírás? És sajnos a kánonnal kapcsolatosan is nagyon sok tévhit kering, mert hát ugye sok okos ember van, meg még több okoskodó ember, akik úgy gondolják, hogy ők mindent jobban tudnak, mindent felül vizsgálhatnak, vagyis mindenben mindent megkritizálhatnak. Ezek a kritikusok azt állítják, hogy a könyvek nagy száma miatt, és állításuk szerint több mint 2000 könyv kellene tartozon a Szentíráshoz, több mint 2000 könyv van, amik bele kellett volna kerüljenek az ő véleményük szerint a Bibliában, mert hogy számukra az tűnik valószínűnek, hogy egyes könyveknek szerepelniük kellett volna benne, de nem kerültek bele, míg más könyvek, amelyek véleményük szerint nem felelnek meg, azok belekerültek. Tehát mindazonáltal
Ezeknek az embereknek, vagy bocsánat, ezeknek a könyveknek a túlnyomó többsége, amiket ezek a kötekedő emberek említenek, tehát amikor a kánon létrejött, a kánon megalakult, tehát ezeket eleve elvetette a korai egyház, mint olyan könyveket, amelyek nyilvánvalóan, tehát hangsúlyozom, nyilvánvalóan hamisak, hibásak, tehát hogy egyáltalán nincsenek összhangban Szentírás könyveivel, egyáltalán nem felelnek meg annak a mércének. Ugye a kánon a mérce, ezek pedig nem illettek bele ebbe a mércébe, egyáltalán. Második században gnosztikus eretnekek, ugye a gnosztikusok ezek az ilyen szabad gondolkozó, egyfajta ilyen karizmatikus emberek, akik azt úgy tartották magukat, hogy ők ilyen külön kijelentésekkel rendelkeznek, sőt apostoli tekintélyre hivatkoztak ezek az emberek, vagy éppen önmaguknak követelték meg ezt a tekintélyt. Tehát megírták a saját könyveiket, és ezeket igyekeztek terjeszteni széles körben. Tehát, mint ahogy ma is előkerülnek ilyen könyvek, hogy Júdás evangéliuma, vagy mit tudom én, milyen más iratok, amikre aztán sokan hivatkoznak, és tehát ezek nem tűntek el teljesen, hanem ma is néha bezavarnak. De ezeket a könyveket soha nem vették igazán, tehát fontolóra abból a szempontból, hogy ezeket fel kellene venni a kánonba. Mert hogy nyilvánvaló, hogy ezek tele vannak hamisságokkal, emberi elképzeléseket írnak le, amik távol állnak Isten tévedetlen igéjétől, Isten kijelentésétől. Tehát ezért nagyon félrevezethető azt állítani, hogy több mint 2000 potenciális könyvet lehetett volna figyelembe venni a kanonizálás szempontjából. Ha figyelembe veszik a történelmi kiválasztás folyamatát, amelyet az akkori egyház nagy körültekintéssel és alapos vizsgálódással végzett, akkor azt látjuk, hogy az úgymond kizárt dokumentumok közül valójában háromnak adtak komoly lehetőséget, hogy esetleg felvegyék őket a Szentírásba. Tehát ez a 66 könyvünk mellett volt még három könyv, amin esetleg még gondolkoztak, hogy azok bekerülhetnének, vagy bekerülhettek volna, mert hogy valóban összhangban vannak az ilyen az egyik a Didaké, ennek ismeretlen a szerzője, másik a Hermann Pásztora, ezek mind ilyen egyházatják korabeli íratok, vagy római Kelemennek az első levele. Tehát ezek az írások, dokumentumok, ezek az első század végéről, vagy a második század elejéről származnak, és ha valaki ezeket olvassa, akkor világosá válik számára, hogy ezek az írók, akik ezeket írták, nem tartanak igényt az apostoli címre, hogy ők magukat nem sorolják az apostolok közé. Ők az apostolok udodai voltak ugyan, és alávetették magukat az apostolok tekintélyének, alávetették magukat az apostolok írásainak a tekintélyének, és amint látni fogjuk, ezek feltételei voltak annak, hogy bizonyos írások belekerüljenek a kánonba. De majd mindjárt látni fogjuk. De hát ezek a kizárt dokumentumok, már erre háromra gondolok, és mellettük még néhány hasonló, fontosak és hasznosak továbbra is olvasás szempontjából, fontosak az egyház számára, így is tekintették őket az egyház történelem során, de soha nem volt kérdés, vagy nem folyt érték harc, hogy be kellene vennie őket a kánonba. Tehát a legtöbb vita a kánonról a korai egyházban, korai évszázadokban nem arról szólt, hogy mit zárjanak ki, hanem inkább arról, hogy mit vegyenek be. Hogy ténylegesen be kell-e kerüljenek azok a könyvek a kánonba, amik bekerültek. Egy jó ideig például arról folyt a vita, hogy mennyire helyén való, hogy bevegyék például a zsidókhoz írt levelet. Vagy akár a Péter második levelét. Vagy a János második és harmadik levelét, illetve a Júdás levelét, vagy a Jelenések könyvét. Tehát nem a többről szólt a vita,
hogy többet vegyenek be, hanem inkább a kevesebbről. Hogy kevesebb könyv tartozzon a kánonba. Hogyan alapították meg, hogyan jött létre? Némelyek a kánon tekintélyét kifogásolják, azért, mivel csak a 4. században született meg igazából a kánon. Jóval Krisztus élete és halál után állapították meg, hivatalosan, hogy mik tartozzanak bele a kánonba. Valójában a kánon megállapítása egy hosszú folyamat volt, amely bizonyos időn keresztül zajlott. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ez idő alatt, tehát az első századtól a 4. századig, az újszövetségi egyház nélkülözte volna ezeket a könyveket. Vagyis, hogy nem használta volna őket. Nem, egyáltalán. Az egyház kezdettől fogva ismerte, és használta az újszövetség azon könyveit, amelyeket mi is ma használunk, és elfogadjuk, mint újszövetséghez tartozó könyveket. Persze az Ószövetség már korábban, az Ószövetség könyveit már korábban elfogadták, már az első század végén. Itt az Újszövetség könyveiről volt inkább szó, amit később a kalcedoni zsinaton szögeztek le végül, hogy ezek tartoznak a kánonhoz. Tehát ezek már kezdettől fogva használatban voltak, és kánonként működtek, mivel apostoli tekintéllyel bírtak, és az apostoloktól nyertek autoritást ezek a könyvek. Kánon létrehozását kiváltó ok, hogy ezt zsinaton megerősítsék és meghatározzák, az volt, hogy megjelent egy bizonyos Markion nevű eretnek, aki egy saját kánont adott ki, és azt kezdte el terjeszteni. Tehát értjük? Nem azért jött létre csupán a 4. században, mert hogy korábban nem volt. De megvolt korábban is, csak nem volt ennyire szigorúan leszögezve, mert nem volt erre szükség. Ez egyértelmű volt az első évszázadokban levő gyülekezeteknek. Csak mivel jöttek ezek az eretnekek, és jöttek a magukéval, ezért volt szükség, hogy összegyűjjenek az egyház vezetői, tanítói, és leszögezzék, hogy mi tartozik bele, és mi nem tartozik bele. Tehát ez a Markion gnoszticizmus hatására, mert ez is egy gnosztikus ember volt, úgy vélte, hogy az ószövetségi könyvekben ábrázolt Isten nem a világegyetem végső istene, hanem egy ilyen alacsonyabb rendű Isten, ő Demiurgosznak nevezte, aki egy haragos, egy szeszélyes Isten, aki nem méltó az újszövetség istenéhez, nem méltó Krisztushoz. Tehát így próbálta bemutatni, úgymond lejáratni az Ószövetség Istenét, de azt mondta, hogy amikor Krisztus eljött, ő nyilatkoztatta ki az igaz Istent, hogy megszabadítson minket az Ószövetség gonosz szándékú Istenétől. Ezért ez a bizonyos Markion nevű gnosztikus azt tette, hogy az Újszövetségből is kivett minden olyan utalást, ami az Úr Jézus pozitív módon kötötte Jávéhoz, az Ószövetség Istenéhez. Tehát ez azt jelentette, hogy például kivette az Újszövetségből a Máté evangéliumát, és a másik három evangéliumnak is nagy részét kihagyta az ő kánonjából, az ő írásaiból. Egyszerűen kivágta, és minden olyan utalást, amelyben Krisztus Istent atyaként említi. Vagy ez a Markion Pál néhány írásait is kiiktatta, kizárta az ő bibliájából. Végül egy nagyon szűk, rövidített változatát készítette el az Újszövetségnek. És ez az eretnekség ösztönözte az egyházat, hogy elkészítsen egy hiteles, egy hivatalos listát a Biblia valóságos könyveiről, hogy mik tartalmaznak
mit tartoznak a Szentíráshoz. Nézzük tovább, mik a kanonicitásnak a jegyei. A kánoni hitelesség megállapításához háromféle tesztet alkalmazott az akkori egyház. És persze egyeseket zavarhat, hogy a kanonizálásban volt egy ilyen kiválasztási folyamat, de ismerve az eljárásnak az alaposságát, ez csupán megerősíthet bennünket a kánonnak a hitelessége felől. Az első jel, vagy az első próba, amelynek alávetettek egy könyvet, annak tekintélye és hitelessége megállapítására, vagy igazolására, az az apostoli eredet volt. Az apostoli eredet, amely két kritériumból legalább egynek meg kellett feleljen. Vagyis ahhoz, hogy egy könyvet apostoli eredetűnek lehessen elfogadni, azt vagy egy apostolnak kellett írnia, vagy az írója közvetlen apostoli irányítás alatt kellett állnia, és az apostol közvetlen jóváhagyásával kellett azt megírnia. Például a római levél felől nem volt kérdés, mert mindenki tudta, elismerte, hogy az Pál apostoltól származik, vagyis Pál apostol írta, még hogyha helyenként ugye némely levelet más által íratott le, de ő írta alá. Tehát ezért ezek felől nem volt kérdés, mert így apostoli tekintéllyel rendelkezett. Hasonlóképpen például a Máté evangéliumát, vagy a János evangéliumát sem kérdőjelezték meg, mivel ismerve volt, hogy azokat az Úr Jézus apostolai írták. De a Lukács evangéliumát sem kérdőjelezték meg, mert Lukács Pálnak a munkatársa volt, és közel állt hozzá, elkísérte az apostolt az ő missziós útjain. Tehát úgy vették, hogy az ő írásai is apostoli fennhatóság alatt születtek. Ellenőrizve voltak. Hasonlóképpen fogadták el a Márk evangéliumát is, akit úgy tekintettek, mint Péter apostolnak a szóvivőjét. És így módon Péter tekintélye állt Márk mögött, aki ugye nem volt apostol. De hogy jelen volt, ott volt ő is az apostoli körben. Tehát már kezdettől fogva nem volt kétség a négy evangélium felől. Sem Pálnak a levelei többsége felől, amelyek egyértelműen tőle származtak. Tehát nem volt kérdés, hogy ezeket bevegyék a kánonba, vagy nem. Mivel ezek apostoli tekintéllyel rendelkeztek. Kettő, a kánonban való felvétel második jele vagy próbája az ősegyház általi elfogadás volt. Vagyis, hogy közismert volt-e és használt volt-e az első gyülekezetek által az a könyv. Azok a gyülekezetek által, amik még az apostolok felügyelete alatt működtek. Például az efézusi levél, efézusiakhoz írt levél egy olyan példa, ami teljességgel megfelelt ennek a kritériumnak, mert ismert volt, hogy Pál apostol célja ezzel a levéllel az volt, hogy egy sokkal tágabb kört érjen el, mint csupán az efézusi gyülekezet tagjai. Valójában ez egy körlevélnek szánta ezt a levelet, amely úgy volt kigondolva, hogy ez eljusson a többi környezetbeli gyülekezetekhez is. És nem csak az efézusi levélre volt ez igaz, hanem Pálnak más leveleire is. Aztán az evangéliumok a maguk során szintén széles körben elterjedtek voltak az első századi gyülekezetek között. Tehát történelmi felismerésként, amikor azt mérdegelte az egyház, hogy mit vegyenek fel a kánonba, figyelembe vették, hogy egy adott íratot hogyan fogadtak, vagy mennyire kezelték hitelesnek már kezdettől fogva, tehát az első gyülekezetek. Vagyis, hogy az első, az apostolok által létrehozott gyülekezetek hitelesnek fogadták el azokat az íratokat. Például Kelemen, akinek utaltam már, hogy a levelét nem vették be a kánonba, de ő írja ebben a levelében,
hogy hogyan fogadták például a korintusi levelet. Tehát úgy mutatja be, hogy ez a korintusoknak írt levél a korai keresztény közösségben úgy volt fogadva, mint egy apostoli tekintéllyel bíró írás. Tehát ő maga hitelesíti, úgymond, Pálnak a korintusi levelét, ami ugye nem kifejezetten egy körlevél volt, mert ez sokkal személyesebb dolgokat tartalmazott, mint például az efézusi levél, de mégis egy hitelesnek fogadott levél volt, aminek a tanúságai nyilván bármennyire is személyesen a korintusiaknak szóltak, de azért sokszor magunkra ismerünk benne. Vagy magában a Bibliában ugye Péter apostol tesz említés Pálnak a leveleiről, mint amik részei a szent írásoknak. 2 Péter 3.16-ban azt mondja, ami szeretett atyánk fő Pál is írt nektek, a néki adott bölcsesség szerint szinte minden levelében, amikor ezekről beszél azokban, amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint egyéb írásokat is a maguk vesztére. Tehát Pálnak a levele is részesei voltak ennek az írásnak, de tartoztak hozzá más írások is, amelyeket némely tudatlanok és álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak a maguk vesztére. Mert ez továbbra is így igaz, hogy aki nem ragaszkodik, aki nem azt keresi az ígében, hogy megértse az ígének a helyes tanítását, hanem ő akar magának igazolást keresni a maga tévegéseire, az a maga vesztére teszi ezt. Ezért vigyázzunk, hogy hogyan kezeljük a Szentírást. És végül harmadszor a kanonicitás harmadik jegye, valójában ez okozta a legtöbb vitát, az apostolinak számított, vagy valamely apostol által jóváhagyott könyvek, valamint az ősegyház által is elfogadott könyvek, ugye ezek képezték az új szövetségnek az A betű magvát, és ezeket minden igazi vita nélkül általában elfogadták, felvetik a kánonba, de voltak olyan másodszintű könyvek is, amelyek felül viszont kemény viták folytak. És az egyik fő kérdés a könyvek felől az volt, hogy a bennük lévő tanítás az mennyire egyeztethető össze, mennyire van összhangba azokkal a könyvekkel, amiket már elfogadtak, és amik a kánonnak a velejét alkották. És például ez a kérdés okozott némi nehézséget, vagyis felvetett további kérdéseket a zsidókhoz írt levél kapcsán. Ezért mondtam, hogy a zsidókhoz írt levél felől viták folytak, hogy felvegyék, vagy ne vegyék fel a kánonba. Mert ugye például a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében olvasunk arról, amit némek ugye úgy értelmeznek, hogy a Krisztusban megváltottak is elveszíthetik az üdvösségüket. Vagyis legalábbis némeknek úgy tűnik, hogy ott azt írná. Ami nyilvánosan nincsen összhangban a Szentírás egyéb tanításaival, más részeivel, amelyek szintén ezt a témát tárgyalják, és amik arról beszélnek, hogy Krisztusban üdvbizonyosságunk lehet, hogy aki Krisztusban van, annak örök élete van. Nem csak lesz, vagy lehet, hogy lesz, hanem már megvan. És hogy senki ki nem ragadhat minket már a Krisztus kezéből. Azonban ez a fejezet nyilván úgy is értelmezhető, hogy ez összhangban, szinkronban legyen a Szentírásnak a többi részeivel, és ne okozzon semmilyen ellentétet. Végül, tehát ami végül eldöntötte a vitát a zsidókhoz írt levél kapcsán, az ér volt, hogy Pálnak tulajdonították a szerzőségét ennek a levélnek, vagyis könyvnek. Tehát az első évszázadokban úgy vélték, hogy Pál apostol volt a zsidókhoz írt levélnek a szerzője, és így végül bekerült a zsidókhoz írt levél a kánonba. Most ugye ironikus módon ma kevés teológus van, aki Pálnak tulajdonítaná ezt a levelet, vagy azt mondanák, hogy Pál apostol írta ezt a levelet, de mégis még kevesebben vannak azok, akik tagadni mernék azt, hogy ez része lenne a kánonnak. Ennek ellenére.
Én is egyetértek azzal, hogy továbbra is vitatható, hogy kiírta ezt a levelet. Ugye általában Pálnak a levelein egyértelműen ott van Pálnak a keze nyoma. Ezen is úgy sejthető, de hogy nem annyira egyértelmű. De mégis annak idején ennek köszönhetően került be a kánonba, és áldott legyen Isten érte, hogy belekerült, mert hogy sok drága tanítás van benne. Nézzük tovább negyedszer a kánonnak a terjedelmét. A 16. században vita alakult ki a római katolikus egyház és a protestánsok között az ószövetségi szent iratok terjedelméről és tartalmáról, tehát hogy mit kellene tartalmazzon, vagy mit nem, különösen az úgynevezett apokrif iratokat illetően. Ezek többnyire olyan könyvek, amelyek az intertestamentális korban készültek, tehát abban a 400 évben, ami eltelt az Ószövetség lezárulása és az Újszövetség kezdete között, vagyis Malakiás prófétától egészen Keresztelő János megjelenéséig. A római katolikus egyház elfogadta az apokrifokat, míg a reformáció egyházai nem, vagyis többnyire elutasították ezeket, és a vita központjában az állt, hogy mit vallott és fogadott el az első századi egyház, vagy mit fogadott el az Úr Jézus. Ők hogyan viszonyultak ezekhez az írásokhoz, és mit fogadtak el belőlük kanonikusnak. Most fontos tudnunk, hogy minden Palesztinából származó bizonyíték, vagyis kézirat arra utal, hogy a palesztinai zsidók, tehát a jelenlegi Izrael területén élő zsidók, tehát amiket ott találtak kéziratok, azok nem tartalmazzák az apokrifokat. Miközben az Alexandriából, tehát ugye Egyiptom területén, meg a környékéről származó kéziratokban megtalálhatók ezek az apokrif iratok. Mert hogy Alexandria volt a hellenista, úgymond a görög kultúrát felkaroló zsidóknak a kulturális központja. És ők bevették az apokrifokat is az ő kánonjukba. Bár az újabb kutatások azt mutatták ki, hogy még az alexandriai kánon is csak másodlagos szinten ismerte el ezeket az apokrifokat, és nem tulajdonítottak nekik teljes mértékű tekintélyt, bibliai tekintélyt. Tehát úgy, mint az Ószövetség többi 39 könyvének. Tehát a kérdés továbbra is az, hogy kinek van igaza. A római katolikus egyháznak, aki beveszi ezeket az apokrifokat a biblia könyvei közé, vagy a protestánsoknak, akik azt mondjuk, hogy nem, ezek nem tartoznak a Bibliához. Hasznos olvasmányok lehetnek, de nem részei a tévedetlen, az Istentől ihletett szentírásnak. Más szóval, milyen tekintély alapján határozzuk meg, hogy mi a kanonikus? A protestánsok szerint, vagyis szerintünk, minden egyes könyv, ami megtalálható a Bibliában, az tévedhetetlen és hibátlan, ahogy korábban hallottuk. De viszont nem valljuk, hogy az egyház is tévedhetetlen lett volna a könyvek megválogatásának a folyamatában. Hogy mely könyvek kerültek bele a kánonba. Értjük? Nem az egyház az autoritás. Ugyanakkor hisszük, hogy Isten gondviselése és kegyelme vezette az egyházat a kánon meghatározásának a folyamatában, és ezáltal helyes döntést hozott, hogy így minden könyv, amely be kellett kerüljön a kánonba, az be is került. Az benne van a Bibliában. Ennek ellenére mi nem hisszük, hogy az egyház akár akkor, akár most tévedhetetlen vagy hibátlan lenne. Tehát értjük a különbséget? Ez azért fontos, mert a római katolikus formula azt mondja, hogy ezek a könyvek azért vannak benne a Bibliában, vagy a
Azért helyes a Biblia, mert az egyház, ami ezt meghatározta, tévedhetetlen. És bármit, amit az egyház dönt, az tévedhetetlen. Tehát a római katolikus felfogás szerint a kánon kialakulása az egyház tekintélyén nyugszik. Az egyház a végső tekintély, a Biblia fölött. Míg a protestáns felfogás szerint a kánon létrejötte Isten gondviselésén alapszik, nem az egyház tekintélyén. Persze Isten az egyházat használta fel, de nem az egyház tekintélyén múlik, hanem Isten gondviselésén, Isten bölcsességén. Tehát ígértem, hogy rövidebb leszek, és röviden be is fejezem, de nyilván lehet bátran utána nézni még ennek a kérdéskörnek. Ezt azonban nagyon fontos megértenünk, hogy Isten gondoskodott arról, hogy mindaz, ami bekerült a kánonba, az megfelelő legyen. Tehát bátorítalak, hogy nézzetek utána, legyetek meggyőződve az ismeretetekbe, hogy senki ne tudjon becsapni, félrevezetni, megingatni az Isten igéhez való ragaszkodásotokban. Tehát befejezésül következtetésképpen hangsúlyozom, hogy bár volt egy történelmi folyamat, volt egy rostálási folyamat a Szentírás kánonjának a kialakulásában. Mégis meg vagyok győződve, és kívánom, hogy ti is erre meggyőződésre jussatok, hogy Isten vezette az egyházat a végső következtetésre, és hogy nincs semmi okunk arra, hogy ne legyünk teljesen biztosak abban, hogy a helyes könyvek kerültek bele a Szentírás kánonjába. És hogy ezek tévedetlen mércéi a mi hitünknek és életgyakorlatunknak. És nekünk ezekhez kell szabnunk magunkat, nem máshoz. Tehát éppen ezért igyekezzünk jobban megismerni a Szentírást, és alkalmazni az ígét, megélni azt a hétköznapjainkban. Szentírás utolsó könyvének a utolsó szavaival fejezem be, Jelenések 22:18-tól. Bizonságot teszek mindenkinek, aki a könyv profétai beszédeit hallja, ha valaki ezekhez hozzátesz, az Istenek könyvben megírt csapásokkal sújtja. És ha valaki elvesze profétai könyv beszédeiből, annak Isten elveszi az osztály részét az élet fájából, a szent városból és azokból, amik a könyvben megirattak. Ezt mondja, aki ezekről bizonságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Amen. Imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk. Köszönjük, hogy adtál számunkra egy tévedhetetlen szentírást. Köszönjük, hogy ebben kijelentetted magad. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy azok a könyvek kerültek bele, amelyek bele kellett kerüljenek, amelyek által te kívánsz nap mint nap szólni hozzánk, amelyekben kijelentetted önmagadat, és kijelentetted azt is, hogy mit vársz el tőlünk, hogy mi a helyes, hogy mi az életünk célja, hogy a bűnből hogyan szereztél számunkra megváltást, hogy hogyan akarsz megdicsőlni a mi életünkön keresztül. Uram, kérlek add, hogy ne legyen számunkra más mérce és más útmutató, mint egyedül a te ígét. Add, hogy jobban megérthessük a te ígédet. Add, hogy megtanuljunk jobban ragaszkodni a te ígédhez. És ez legyen útmutató a mi életünkben. Ez legyen világosság a mi lépteink számára. Add, hogy mi is elmondhassuk a Zsoltárossal, hogy lábunk előtt mécses a te ígét. Te irányítsd, Uram, a mi lépteinket. Te vezesd a mi járásunkat. Add, hogy úgy tudjunk járni, élni, hogy abban megdicsőlessen a te nevet. Hogy betölthessük azt a célt, amire teremtettél és megváltottál minket. Kérünk, hogy így könyörülj rajtunk, áld meg további együttlétünket, beszélgetésünket, elmélkedésünket, te nagy nevedért. Amen. Amen.